Nagyon köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, hiszen ebben az évben úgy döntött a vezetőség és a nevelőtestület, hogy nyugdíjas kollégáinkat kérjük föl a gyertyagyújtásra. A mai ünnepségünknek a menetét szeretném ismertetni. Egyrészt a köszöntéseket követően felkérem a gyertyagyújtóinkat az öröm gyertyájának a meggyújtására. Őket követi majd a Napocska és a Ficánka csoport kis műsora, és kis ünnepségünket pedig az óvónénik éneke fogja zárni. A harmadik adventi gyertya az öröm gyertyája. Szűz Máriát jelképezi, aki fiút szült az emberiség örömére, a harmadik gyertya lett az öröm jelképe. Különlegességét mutatja rózsaszín színe is. Eljött az angyal, ki harmadik a sorban. Hófehér köntösben indult el útra, fénysugarát jobb kezében tartja, kit megérint vele, rögtön mosolyog az arca. Nagy tisztelettel felkérem nyugdíjas kollégáinkat, gyújtsák meg az öröm gyertyáját. Angyal szállj, angyal szállj, angyal szállj, angyal szállj, angyal szállj.
nevében győzzük le végre.
szükség van rá. Óvd a lángját, mert szükség van rá. Nagy szükség van rá. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ma is velünk együtt ünnepelt. További szép délelőttöt kívánok, majd aztán szép hétvégét, és mindannyian próbáljatok meg ellátogatni a városi rendezvényekre, hiszen most szombaton és vasárnap is lesznek olyan események, ami az adventi készülődést segíti tovább. Mindenkinek áldott adventi várakozást kívánok!